Oroszország nem áll készen arra, hogy nukleáris fegyvert vessen be az ukrajnai háborúban, de az erről szóló kommunikáció is nagyon veszélyes, mondta pinteken a BBC-nek Volodymyr Zelenszky. Az államfő a brit televíziónak adott interjúban cáfolta, hogy egy minapi nyilatkozatában Oroszország elleni csapásmérésre biztatta volna a nyugatot. Szavai szerint félreértették ukránul mondott kijelentéseit, amelyeket egy online rendezvényen tett. Az elnök hangsúlyozta, az ukránok nem terroristák, nem harcolnak más országok területén. Még az elmúlt nyolc év véres tragédiája után sem az a hozzáállásunk az oroszokkal szemben, hogy embereket kell gyilkolni, ellentétben az oroszokkal, fogalmazott Zelenszky. Az elnök úgy fogalmazott, hogy a világnak újabb szankciók révén miért megelőző ütésekkel kell megállítani a Oroszországot, nem pedig katonai csapásokkal. Emmanuel Macron francia elnök pénteken bejelentette, hogy az Európai Unió 100 millió euró speciális katonai felszerelés beszerzésére szánt alapot hoz létre Ukrajna számára, írta a Le Figaro francia alap. Ez az alap lehetővé teszi, hogy folytassuk Ukrajna fegyverellátását, mondta a francia elnök prágai sajtótájékoztatóján, ahol az Európai Tanács informális ülésére kerül sor. Hozzátette, hogy az alap segítségével Ukrajna közvetlenül a gyártóktól vásárolhatja meg azokat az eszközöket, amelyekre a legnagyobb szüksége van katonai ereje növeléséhez. Macron egyben megerősítette, hogy Franciaország tárgyalásokat folytat Dániával az általa vásárolt Cézár Ukrajnának való átadásáról. Készen állunk ezt megtenni, és a társfinanszírozást is vállaljuk. Ez lehetővé tenni, hogy összesen hat tüzérségi rendszer szállítsunk Ukrajnának, jegyezte meg a francia elnök. Az ukrán parlament határozatot fogadott el pénteken, amelyben az ENSZ-hez, az Európai Unióhoz és az Európa-Tanácshoz fordult azzal a felhívással, hogy hozzanak létre egy nemzetközi bíróságot Oroszország-Ukrajnában elkövetett háborús büntetteinek kivizsgálására. A határozatot a 450 fős legfelső tanács 283 képviselője hagyta jóvá. Az ukrán parlament felszólította az államok nemzetközi közösségét, hogy gyakoroljanak kellő nyomást az Oroszországi Föderáció politikai és katonai vezetésére, és ezzel kikényszerítsék az Ukrajnával szembeni fegyveres agresszió beszüntetését. Ugyanakkor a képviselők azt is kérték a nemzetközi közösségtől, hogy az egyetemes joghatóság elve alapján saját büntetőjoguk keretein belül vonják felelősségre azokat, akik Ukrajna területén súlyos nemzetközi bűncselekményeket követtek el. A felállítandó testületnek joghatósággal kell rendelkeznie az Ukrajna elleni agressziós bűncselekmények kivizsgálására, valamint vádemelésre az elkövetők ellen. Ezen felül a bíróságnak jogosultnak kell lennie nemzetközi elfogató parancs kiadására is, amelyet nem korlátozhat az állami és kormányfők, illetve egyéb állami tisztségviselők mentelmi joga. A nemzetközi törvényszéknek 2014 februárjától az oroszországi föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójának kezdetétől minden esemény felett joghatósággal kell rendelkeznie, szögezték le a felhívásban a képviselők. A 6500-ról 6700 rívnyára emelt minimálbér hatással volt a nyugdíjak számfejtésére is. Ezért azok esetében, akik betöltötték a 65. életévüket és minimális öregségi nyugdíjat kapnak, illetve amennyiben a munkával töltött éveik száma is eléri a meghatározott normát, akkor a kifizetést a minimálbér 40%-ában határozta meg az állam. Vagyis az ilyen nyugdíj nem lehet kevesebb 2680 hrivnyánál. Ez több mint 41.200 kárpátaljait érint. A 70 év feletti, szintén teljes biztosítási idővel rendelkező személyeknek is újra számolják a nyugdíját, mondta Anasztázia Péntek, a nyugdíjpénztár kárpátaljai főosztályának vezetője. A 70 év felettiek nyugdíjának összege nem érte el a 3000 rímnyát, mindannyian pótlékot kapnak, vagyis legalább 3000 rímnya nyugdíjuk lesz. Akinek a nyugdíja 2800 volt, akkor a pótlék 200 rímnya lesz. Ha a nyugdíja 2700 rímnya volt, akkor ennek megfelelően a pótlék 300 rímnya, azaz a végösszeg nem fogja meghaladni a 3000 rímnyát. Az újra számítás a 80 pluszos korosztályt is érinti, akik férfiak esetleg esetében 25, nők esetében 20 éves biztosítási idővel rendelkeznek. 2600. <Sessz> Az ő nyugdíjuk összege nem lehet kevesebb 2600 rivnyánál. Mint látható, itt valamivel kevesebb a munkaviszony, nem 30-35, hanem ahogy a régi törvény szerint is volt, vagyis 20-25 év. Tehát ezeket a nyugdíjakat is újra számolták, és már októberben meg is fogják kapni. A harmadik kategória a 70 és a 80 év közöttiekre vonatkozik, akik ugyanúgy 20-25 éves szolgálati idővel rendelkeznek. Az ő nyugdíjuk összege nem lehet kevesebb 2500 rivnyánál. Esetükben is újra számolják a járandóságot. Eddig 95 ezer nyugdíjasnak számfejtették Én, újra a juttatását. A katonai szolgálatból nyugdíjállományba került rokkantak nyugdíjának összege is változott. Ez az atósokra és azokra vonatkozik, akik e törvény alapján rokkantsági nyugdíjban részesülnek. Esetükben az első csoport nyugdíjasai nem kevesebb, mint 5025 rinnyát kell, hogy kapjanak. A második csoportba tartozók 4610 a harmadik csoportba tartozóknak pedig 4396 rinnyát kell kapniuk. Az egyéb okok folytán rokkant távált katonák első csoportjának 4605, a második csoporthoz tartozóknak 4396, a harmadik csoportnak pedig 4186 révnyajár. A miniszteri kabinet szeptember 16-ai határozatának értelmében október 1-től megkezdődött a rezsitámogatások és egyéb kedvezmények kezelésének a nyugdíj alapra történő fokozatos átruházása. A E határozat szerint a szociális hivatal még elvégzi a szeptembertől decemberig tartó időszakra vonatkozó számításokat, a nyugdíj alap pedig finanszírozza a kifizetéseket. Vagyis jelenleg a szeptemberre megítélt támogatásokat már finanszíroztuk, a nyugdíjasoknak pedig már el is kezdték folyósítani. Azok a nyugdíjasok, akik banki átutalással kapják a pénzüket, azok a bankszámlájukra kapják, akik pedig a postán, azok megkapják a nyugdíjjal együtt külön listán. Ez az eljárási rend erre a két hónapra fog vonatkozni. Októbbi Október elsőjén 16 ezer fő volt bejegyezve a rezsitámogatási, illetve 14 ezer személy a kedvezmények folyósítási adatlapján. Viszont a továbbiakban a számuk jelentősen nőni fog, állítja a nyugdíj alapmegyei főosztályának vezetője. Ez a szám magasabb lesz, mert még nem kezdődött el a kifizetési időszak. Október folyamán gyarapodni fog a számuk, valamint decemberben is, a fűtési időszakban. A Szociális Osztály információi szerint a régi Jóban mintegy 40 ezeren kapnak rezsi támogatást, Vagyis nem csak a nyugdíjasok, hanem mindenki, akik erre jósultak, dolgozók és nem dolgozók egyaránt. A támogatások és kedvezmények megítélésének jogköre 2022. december 1-től teljes egészében a nyugdíjpénztárhoz fog átkerülni.